Tartós élelmiszereket, kötszert, tisztálkodószereket, takarókat és hálózsákokat is gyűjtenek. Összefogott a Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és az MVK. Az akcióval az Ukrajnában maradt lakosságnak és a katonáknak szeretnének segíteni. A felajánlásokat az MVK Szemerej utcai ügyfélszolgálatán várják. Az összegyűjt adományokat az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat juttatja majd el a határon túli gyűjtőpontokra. Már több mint 10 napja folyamatosan érkeznek a menekültek Magyarországra is. Sokan azonban úgy döntöttek, Ukrajnában maradnak, vállalva a harcokat és a háború következményeit. Az elmúlt napokban példátlan összefogás alakult ki a rászorulók megsegítéséért. Az MVK és a Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat is közös adománygyűjtést indított. Bevonjuk a tagvállalatokat is, az ő segítségüket is kértük, illetve lehetőséget biztosítunk arra is, hogy külsősök, illetve az utasok, amennyiben úgy érzik, hogy adományt szeretnének adni, azt eljuttassák az MVK ZRT ügyfélszolgálati irodájába. Erre az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idején belül van lehetőség. A Szemere utca 5 szám alatti ügyfélszolgálatra hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 15.30, szerdán 8 és 17.30, pénteken pedig 8 és 13.30 között várják az adományokat. Az édesanyák és kisbabáknak pelenkát, tápszert, gyerekételeket, kis konzerveket, kis gyúzokat, törlőkendőket, hogyha tudnának nekünk adományozni, azt is megköszönjük, de a legfőbb hangsúly kimondottan a kötszerekre, gyógyszerekre fog épülni. Ezen kívül anyagi támogatást is elfogadunk, abból kifolyólag, hogy az ott harcoló férfiaknak tudjuk biztosítani ruhát, bakkancsot, kesztyűt, térdvédőt, ilyen dolgokat vásárolunk. Az adományokat a Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökének közbenjárásával juttatják majd ki a határon túli gyűjtőpontra. Innen a szállítmányt segítők viszik majd ki mikrobuszokkal a rászorulóknak.